A kormány 180 nappal meghosszabbította a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt, vagy annak megszűnését követően 15 napon belül lejáró okmányok érvényességét. Az erről szóló törvényjavaslat elfogadásával egyéb jelentős könnyítések is életbe lépnek, amelyek nem csak egy kényelmes, hanem hatékonyabb és gyorsabb ügyintézést szolgálják. A koronavírus járvány elleni eredményes védekezés részeként a kormány meghosszabbította a vészhelyzet alatt lejáró okmányok érvényességi idejét annak érdekében, hogy a járvány ideje alatt csökkentse az ügyfélszolgálaton a személyes találkozások számát. A bevezetett intézkedések eredményeként kormányablakok ügyfélforgalma a veszélyhelyzet ideje alatt mintegy 2,4 millióval kevesebb volt, mint 2019 azonos időszakában. Az állampolgárok kényelme, továbbá az ügyfél-ügyintéző találkozások további csökkentése érdekében Magyarország kormánya minden a magyar hatóságok által kiállított, a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt, valamint a veszélyhelyzet megszüntetését követő 15 napon belül lejáró hivatalos okmány érvényességi idejét a veszélyhelyzet megszűnését követő 180 napig meghosszabbítja. Ez azt jelenti, hogy a 2020. március 11 és 2020. július 3-a között lejáró okmányok Magyarország területén 2020. december 15-ig érvényesek. Az intézkedés vonatkozik a forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvényességi idejére is, azonban letelepedési, tartózkodási, bevándorlási engedélyekre ettől eltérő szabályok vonatkoznak. A veszélyhelyzet ideje alatt több mint 660 ezer okmány érvényessége járt le, azonban az új kormányrendeletnek köszönhetően így kellő idő áll az állampolgárok rendelkezésére, hogy kényelmesen intézhessék okmányaikkal kapcsolatos ügyeiket. Jelentős könnyítés továbbá, hogy a legtöbb elkészült okmányt a veszélyhelyzet lejártát követően is postai úton kézbesítik az ügyfeleknek, azokért tehát nem szükséges bemenni kormányablakokba. Annak érdekében, hogy kevesebb alkalommal legyen szükség a kormányablakok felkeresésére, a kormány a vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyintézést is egyszerűsíti. A jövőben például már a vezetői engedély kiállítására irányuló adatlappal is lehet Magyarországon járművet vezetni az új jogosítvány készhezvételéig, de legfeljebb 30 napig. Ennek köszönhetően az ügyfelek a lejárt okmányukat már az igénylés alkalmával le tudják adni, ehhez nem kell ismét befáradniuk a kormányablakba. Támogatva a vidéken és a kis településeken élő állampolgárok ügyintézését újraindulnak a kormányablakbuszok. A szolgáltatással, valamint a menetrendekkel kapcsolatos aktuális információk a kormányablak.hu oldalon érhetők el. Így az ügyfelek előre tervezhető módon, akár helyben is intézhetik a kormányablak ügyfélszolgálatokon intéző ügyeiket. Áll a miniszterelnökség Karcag TV-hez eljutatott közleményében.